scam. Sziasztok! Ma már szinte mindent meg lehet csinálni command blokkokkal, semmi reston nem kell. Talán egy-két kivétel van, nagyon-nagyon ritka eset, amikor kénytelen vagy használni valami restont. Most hirtelen az jut eszembe, amikor sorsolni akarsz valamit, ott a szükséged lesz egy entitásra. Mondjuk az is entitás, nem reston. Nem is tudom, most hirtelen nem is jut eszembe példa. Most ennek ellenére viszont így a darálókban látom, hogy elég sok restont használtok még mindig. De hát ez nyilván abból jön, hogy sokan még nem ismerik jól ki magukat a command blokkokkal, nem látják át, hogy miket tudnak, és képesek akár hosszú reston csíkokat is húzni, nem értem minek. Ugye ott van a set block parancs, azt szerintem mindenki ismeri, az egy ilyen nagyon gyakran használt parancs. Hát rakj oda egy reston blokkot set blokkal, ahová szeretnéd, hogy érkezzen a jel, és nem kell hosszú reston csíkokat húzni. Vagy ott van a késleltető, ugye a másik klasszikus, amikor sok késleltetőt raktok egymás mellé, hogy ez a parancs, általában ugye terró, ha chatre akartok valamit írni, ez csak pár másodperc múlva fusson le. Erről is csináltam videót, hogy hogyan lehet ezt sokkal kisebben és sokkal okosabban megcsinálni. Na, az mondjuk még egy olyan példa, ahol amit nem kizárólag command blokkal oldottam meg, viszont azt meg lehet csinálni command blokkal is. Van olyan score, ami időt számol, és akkor nyilván elindítom ezt a score-t, és hogyha elért az egy bizonyos értéket, akkor futtatom le a parancsot. Na mindegy, viszont ennek a videónak most nem ez a témája, hanem a jelfordító. Ez ugye a reston fákja. Ez azt tudja, hogy ha jelet kap, akkor nem világít, ha nem kap jelet, akkor pedig világít. Vannak olyan esetek, amikor valaminek az ellentétét szeretném megvizsgálni. Mit tudom én, egy kalandpályán ilyen lehet, hogy meghoztad MR küldetés tárgyat, és ha nem, akkor ez történjen. És hát ilyenkor azt tudom csinálni, hogy azt nézem, hogy itt van, hogy nálad van-e a tárgy. Ha nincs, megfordítom a jelet, akkor történjen valami. Olyan parancsot nem tudok írni, hogy ügye nincs nálad ez. Csak azt tudom tesztelni, ami van. Hát most megmutatom ezt ugye a klasszikus módszerrel. Ebben lesz majd a parancs, kell az egy komparátor, valamilyen blokk, legyen kő, és ugye a reston fákja. Itt van a komparátor, ez ugye akkor fog jelet küldeni, hogyha sikeresen lefutott a dolog, és ezt belevezetem így egy reston fákjába. Itt mondjuk azt fogja mondani, hogy nincs. Itt meg valamilyen parancsot fogok vele lefuttatni, rakjuk is rá egy gombot. Így. Most egy ilyen sima teszt volt. Ha most ez így lefut, akkor ugye küld a jelet, nem is világít a fákja. Tehát ez most az, hogy nálam van a tárgy. Most itt utána képzeljétek azt, hogy itt tesztelem, hogy az a tárgy van nálam. De most csak is simán lefuttatom. Ugye most megadtam a parancsot, úgyhogy ilyenkor resetelődik a kimenet. Úgyhogy ez egy fokkal jobb lenne egy olyan komandokkal, ami ugye folyamatosan fut. Sőt, meg is csinálom. Ezt át kell állítani repeatre, és arra, hogy mindig fusson. Így. Na, és ez most folyamatosan futtatja a parancsot. És ha mondjuk nem lenne nálam, most direkt így elrontom ezt a parancsot, idejrok az elére egy X-et, akkor már nem fut le, fölvillan a fákja, és akkor nincs. Na, ehhez viszont nincsen szükség fákjára, meg lehet ezt oldani pusztán command blokkokkal is. Ehhez szükség lesz ilyen chain command blokkra. És hát elmondom az elvet röviden, az egyben futtatom a parancsot, a következőben tesztelem a command blokkot, hogy ugye nem sikerült-e lefutnia. És a harmadikban pedig ami ilyenkor történik, ebben lesz a nincs. Itt van ez a szény nincs, ezt nyilván feltételesre állítom, hogy ez csak akkor fusson le, ha ez sikeresen lefut. És ez akkor fog sikeresen lefutni, ha ő nem. tehát mondom, hogy ide jön ugye egy test for block. Milyen irányba is vagyunk? Igen, negatív x. Így, mínusz 1. Ez ugye egy ilyen repeating command block, az nem érdekel, hogy merre nézi, de mínusz 1-et nézek. És most jön a varázslat, a success count érdekel. Success count 0. Ez a success count tag mondja meg, hogy lefutott-e a parancs, illetve test fornál, hogy hány entitással sikerült a parancs. Tehát, hogy most ketten lennénk fent, és írnék egy test for A-t, akkor kettő lenne, mert ketten vagyunk. Ezt most így lefutatom, és hát igen, teleszorral csetet nincs el, mert most el van rontva a parancs, de ha jó a parancs, akkor ugye nem fut.
ezt ki is törlöm, ezt felejtjük el, ez nem kell, és akkor így pár parancssal így lehet az ellenkezőjét tesztelni. Persze ez nyilván szebb, hogyha nem mindig fut, hanem csak akkor, amikor szükség van rá, semmi gond, ezt átállítjuk impulzra, így, és az előzővel ellentétben ez nem fogja ilyenkor kiírni, hogy nincs, mert most nem kapnak jelet a command blokkok. Ugye az első verziónál ott kellett volna még egy ágat bekötni, hogy amikor nem futtatom a command blokkot, akkor ne villanjon fel a fákja. Megpróbálom lefuttatni, akkor ugye nem történik semmi, mert most jó benne a parancs. Most így elrontom, és nem írek, hogy nincs, mert nem kapnak jelet a command blokkot. De ha jelet kapnak, akkor azért nem futnak le, mert itt még mindig repeating van. Igen, oké. Okay. Tehát itt most sima commandokra, most átírtam sima commandokra. Ó, elfelejtettem, hogy always active-en van. Igen, ugye a sima commandok nem lehet always active-en, mert ennek mindig újra kell kapni a jelet. Jó, még egyszer. Tehát, így most legalább bemutattam, hogy milyen apróságokra figyeljetek oda, mik miatt fogtok nekem majd írni, hogy jó, ez nem működik. Ez sima commandok, tehát ez needs restone-on van. És hát itt nyilván akkor sima commandokat tesztelek. És most megpróbálom lefuttatni, kiírja, hogy nincsen. Visszamentem a NPC-hez, megszólítottam. És hát mond valamit, hogy hát nem is hoztad vissza. Vagy ez a küldetés kiírás, hogy ó, hozzá nekem valamit. Ha meg jó a parancs, így, és most futtatom le, akkor nem történik semmi. Illetve természetesen ide mondjuk közé lehetne rakni egy command blokkot, hogy mit mond, amikor nálad van, sőt, ezt most gyorsan meg is csinálom, és nem nagy átalakítás. Ezt a nincset, ezt tényleg másolni kell, na jó. Ide, egyel arrébb, ezt az ellenőrzést is innen kiszedem, berakom ide, most egyel arrébb toltam, úgyhogy a koordinátát át kell írni, nem kell, hogy feltételes legyen, ez viszont feltételes lesz, mert csak ha sikerült az a parancs, akkor azt mondja, hogy van. Így. És ennyi. Most van, most jó benne a parancs, most elrontom, mondjuk nincs nálam a tárgy, akkor meg azt írja, hogy nincs. Ennyi. Természetesen, hogyha további dolgokat szeretnék, hogy ne csak egy szél legyen, hanem legyen egy GIF parancs is, meg film, meg akármi, akkor nyilván ide nem szét írok, hanem mondjuk egy set blokkot. Illetve nem set blokkot, hanem block datát, és aktiválok egy másik rendszert. Így ide rakom mellé, és ezt a blokkot fogja aktiválni. És méghozzá úgy fogja aktiválni, hogy azt mondom, van egy ilyen block data parancs, és ezt az auto teget beállítom egyre. Ez az auto, ez nem a kocsit jelenti, hanem ezt a gombot itt, az always active-et. Tehát, magyarán ezt a command blokkot always active-re fogom állítani, csak megnézem milyen irányba van, az E irányba, akkor ide írok egyet. Tehát ez most lefut, akkor ezt autóra állítja, ez azt jelenti, hogy elkezdi lefuttatni a benne lévő parancsot, meg ide kötök, hozzá még. Ezt most ide átmásolom, és ez a command block pedig azt fogja csinálni, hogy le is állítja magát. Így. Ez azért, hogy legközelebb is lehessen aktiválni. És természetesen le fog futni ez a parancs is, az, hogy van. Meg még amit akartok, ide ugye lehet kötni, amiket akartok. Itt ugyanez. Ezt fogom kimásolom, a mellette lévőt aktiválja. Ő természetesen leállítja magát. Itt azt mondja, hogy nincs. És hát ide is lehet még rakni további parancsokat. És akkor most hogy van? Most nincs nálam, tehát hogyha megérkezem, és megnyomom azt, akkor nincs. És hát ez ugye újra és újra és újra fut. Azért kellett bele ez a rész, hogy itt kapcsolja ki ezt az Always Active-et magáról. És hát ugye természetesen, mivel aktiválva lett, ezért futtatja a hozzákötött chain command blokkokat is. Viszont hogyha van nálam, nincs itt ez az X, magyarul itt ugye meg van írva a tárgy, vagy ugye írhatjátok clear parancsal is, akkor megmutatom clear parancsal, mert ez egy fokkal gyorsabb. Bárkinél, akinél van, mi legyen nálam, kő, láttam annálam. Hogy is van? Ott van, azt mondja a játékos, aztán a data, aztán jön a max count. Aha, jó, tehát a data a nullás kőből hány darabot vegyen el, nullát vegyen el. Így. Így most csak teszteli, nem veszi el tőlem a követ. Ha ide nem írok nullát, akkor elveszi. Most nincs nálam, úgyhogy írja, hogy nincsen. Ha magamhoz veszek egy követ, akkor meg írja, hogy van.
és én kiveszem ugye a nullát, akkor nem csak leadhatom a tárgyat, de még el is veszi tőlem. Ezek után mondjuk érdemes azt megcsinálni, hogy ne lehessen még egyszer futtatni, mert most ugye azt fogja mondani, hogy nincs, ez most nálunk a küldetés kiírás lenne, de hát már teljesítettük. Hát ezt mondjuk úgy lehet, hogy például ennek a command blocknak megírjuk, hogy már ne always active legyen, hanem kelljen neki jel, és akkor már hiába nyomom újra, most megmutattam, bátom needs restore, és ha hiába nyomom a gombot, ez csak akkor fut le, hogyha kap jelet, de hát nyilván nem kap. Ha meg always active, akkor meg nyilván lefut. Ez ugye ugyanezzel a dologgal, ez az autóval, autó nulla, mondjuk itt lenne az egyikben, csak ez lenne a célpont. De akár azt is lehet csinálni, hogy a gombot veszitek le, ottal aktiváljátok, tehát ez tökféleképpen megoldható. Szóval ennyi lenne, látjátok, abszolút reston nélkül is megoldható egy ilyen szerkezet. Ezt a parancsot, ezt a blockdatát, meg ezt a test for blockot, ezt be fogom másolni a leírásban, de igazából nem hosszú, szóval innen is ezt is le tudjátok gépelni, de tulajdonképpen ez a kettő az egésznek a lényege, sőt, hát a videó témája az ugye a jelfordítás, tehát ez a lényeg, ez a test for block, hogy azt tesztelem, hogy nem sikerült lefutnia. Használjátok egészséggel, remélem darálóban is fogom látni mostantól ezt a módszert. Ez ugye miért jobb? Hát nyilván azért, mert kevesebbet kell számolni a gépnek. Egy ilyen Eston fákjánál, hát látjátok, egyrészt vannak ezek az effektek, ezeket így meg kell jeleníteni valahogy, meg hát nyilván a Reston fákjának a textúráját is renderelni kell, úgyhogy azt is számolni kell. Ennél viszont nincs semmi ilyesmi, csak commandokok futnak. Jó, ez nyilván ilyen hatalmas rendszereknél ütközik ki a különbség. Most így önmagában nem annyira látszik, viszont sokkal igényesebb és biztonságosabb nem mellesleg, ugyanis hogyha mondjuk olyan a pálya, hogy rombolhatnak benne a mobok, vagy hogyha valamiért TNT-t robbantotok, akkor nem tudjátok elrontani a szerkezetet, ugyanis a commandokok nem robbannak föl. Ó, tényleg, úgyis akkora divat most folyton mindent fölrobbangatni. Hát fölrobbantom ezt a szerkezetet, rakjunk még le pár TNT-t, az az igazi. Ez egy nagyon igényes és izgalmas videó lesz. Erről szól a Minecraft, hogyan tudunk különböző dolgokat fölrobbantani. Hát, akkor köszönöm, hogy néztetek, lájkoljátok ezt a fantasztikusan értelmes rombolást, meg iratkozzatok fel. Én Csabusa voltam, a kézikönyv óvjon!